Tudnál segíteni, kedves barátom? Egy hasznos dolgodat a napban ne végezd be. Kettő. Igen. Mosogatni is fogok. Várod a mosogatást? De elmosogatok én. Veszünk már össze egy kimosogat. Hát nem ilyen férfiak vagyunk, hogy veszekedünk. Ah, én mosogatok. Üdvözl itt a fókusz! Kapod a bőr! Végre valami a régi. Az intro szar. Ja, az én... Régen minden jobb volt. Ezs már meg. Veszek egy megafont. Megafont? Örülni fognak a szomszédba. Azt mondom, egész a bútor tanulatnak az. Inkább már ide azt a... Amúgy tegnap volt egy tök jó élő adás. Teki úgy berugott, mint a szemét. Már sem tudtad, hol vagy. Hát a támogatóknak volt, a támogatók visszanézhetik. Családias volt, nem? 50-60 néző volt, még tudtam követni a csetet. Olyan dolgokat néztünk meg, amit nem feltétlenül akarok így a nagy közönség előtt megnézni. Úgyhogy jó volt. Ilyen még lesz. És most folytatjuk is a kis fókuszcsoport nyomozás jön. Kezdjük! Megnézzünk három hír. Ugye a fake news az most egy már, hát már nagyon régóta, de egy divatos dolog. Meg a bulvár, meg minden keveredik mindennel. Úgyhogy gondoltam, hogy igazából az egész kiindulás egy cikk lesz, ami őrületbe kergette a tekit, de mindjárt kitérünk rá. Először nézzünk egy referencia cikket. Itt egy referencia cikk a Telexen. Mikrochip segítségével sikerült megváltoztatni egy kísérleti aranyvércsoportját. Vannak hivatkozások viszonylag tudományos dolgokra. Vagy gondolom, annyira nem tudom, milyen egy tudományos honlap, de hogy itt egy referencia cikknek ezt beraktam, hogy ha megnézitek ezt a cikket, akkor van benne mindenféle hivatkozás, meg hosszan kifejtve van meg, hát ez egy olyan dolog, amiről miért kamuzna bárki. És akkor mehetünk tovább, hogy de még milyen cikkeket találtunk, és ez az, ami a Tekinél kiverte a biztosítékot, mert január 11-én ugye van a Indexnek a Mindeközben nevű szekciója, kis apróságok, mint egy ilyen, mint a Instagramon a sztori, hogy csak így kidobják, felkeltette az érdeklődésem, csak hogy jó, de jó, megkeresem Instán, milyen képeket raknak ki, és akkor onnantól kezdődött az oknyomozás. Vírusbiztos lakókocsival vágott neki a világnak egy brit pár. Ártalmatlan cikk, arról szól, hogy egy, hát ami a címben van, hogy ők ketten elmentek. Jessica Davis és Teddy Edwards, mindketten 20 évesek, szabadúszók, vírusbiztos a kocsi. Amúgy az nem nagyon derült ki, hogy mitől vírusbiztos. Oké. Okay. De vannak itt képek róluk, és ennyi. Mondhatom, hogy rájuk keresek. Sajnos ugye már, és ez egy rossz irány, amit a cikkek manapság képviselnek, hogy semmi, de semmi hivatkozás nincs benne. Szóval ilyenkor azért egy link szokott lenni, de rengetegszer látom most, hogy mondjuk azt mondják, hogy ez meg ez ezt tweetelte, de még arra is lusták, hogy belinkeljék azt a tweetet, szóval keresgélj rá, hogyha akarsz. Hogy kezdjük meg a nyomozást? Én ezt a párt meg akarom nézni, milyen cikkre hivatkozott ez a dolog. Nehéz így. Akkor elmentem a fotó, az a Media Drum World, okay, azon van, ami egy, hát egy ilyen hírportálnak tűnik, én még életemben nem hallottam róla. Úgyhogy gondoltam, hogy rákeresünk, akkor legalább a nevükre, mert gondolom arra hivatkoznak. Találunk valamit róluk ezen a honlapon, ha már itt a hivatkozás. De nem, talál valamit, ez teljesen másról szól. De mindegy, akkor még a másik név a Teddy Edwards, amit megkereshetünk. Ennyi kiindulást adott ez a cikk, erre egy nincs találat. Szóval, ha cikket is írtak erről a párról az a másik honlap, akkor az a cikk, az már nincs, vagy nem lehet rákeresni. Ez a honlapon is nagyon nem tudom mit kezdeni. Mire keresek rá? A lakókocsi az mi angolul? Ezek már nagyon régi hírek, 2018-ból. Az biztos, hogy nem a vírus ideje alatt volt. Mindegy, egyszerűen ezen a honlapon megadott dolgokkal nem talál, bár a fotó elméletek onnan van. Megvan adva még egy, az, nem tudom, ez honlap, vagy mi ez. Na, itt találtam valamit. Itt van erről a párról egy izé. Nem adott, most megtaláltam. Most megtaláltam. Te ki, Muszka, mennyi időt töltöttél ezzel? Nem csak én, több ilyen, Janiek is nézte. Ugyanúgy a Media Drum World-re hivatkozik. Szóval itt egy honlap, ami hivatkozik a Media Drum World-re, amire hivatkozik az Index cikke is. Nem csak ezt lefordított. Amire hivatkoznak, az hol van? És akkor Pandemic Proof Van, erre fogok rákeresni. Legalább azt tudjuk majd, hogy az Index nem a saját kutfőjéből szedte ki ezt.
ezt a cikket, hanem valahol tényleg láthattam, mert van egy külföldi hivatkozás is, de az a külföldi hivatkozás is ugyanarra hivatkozik, mint az Index, amit nem lehet megtalálni. Viszont legalább itt van még kép róluk, szóval ez mindenképp egy kicsit segít. Ez egy afrikai stock fotókat árusító honlap, vagy nem látom át teljesen ezt most. Fura, egymásra hivatkoznak ezek a honlapok, egyszerűen nem látom át, hogy ez hogy működik. Tök jó lenne, hogyha egy mezei ember is ezt átláthatná. Nem? De hogyha rákeresünk a nevükre, például ugye Jessica Davis és Teddy Edwards, akkor például az egyik első cikk, ami kijön, az az Indexnek a cikk. Várjál, nem? Most már magyar lexikon, de az meg csak az Indexről vette át. Kínai cikkekbe tűnnek fel, de hogy egy angol nyelvű cikk nincs róluk. Szóval ember legyen a talpán, aki ellenőrizni tudja egy-egy ilyen kis mókás hírnek a hitelességét, mert én csak annyit próbáltam most meg, hogy ezt a cikket rákeresek ezekre az emberekre. Annó még ebből semmi, csak az Index cikk jött föl, és amikor van egy cikk, és rákeres a részleteire, és csak ugyanazt a cikket dobja föl, akkor az ember jogosan kérdőjelezi meg ennek az igazságtartalmát. Most már találtunk pár furcsa dolgot, de akkor is érdekes, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha bizonyos linkek biztosítva lennének egy ilyen egyszerű cikkbe is. Én hajlok arra, hogy elhiggyem ezt a cikket, bár a vírus biztos dolog az, ez csak hozzá lett költve szerintem. De itt még ne álljunk meg, menjünk még mélyebbre. Focus Online. Focus Online. Müller Cecilia becsapta az embereket? Vajon tisztázza magát, vagy ő is kamuoltással mutat példát? Ő is? Miért? Ki még? Felmerül két döbbenetes kérdés. Valóban Müller Cecilia oltakozott? Mert az előző napon róla készült fotóhoz képest elég nagy eltérés mutatkozik az oltás alanya és közte. Lehet nem véletlenül próbálták meg egy szokatlanul nagyméretű szájmaszkkal elfedni ennyire az arcát, hogy ne ismeressük fel, ki van mögötte. Ennek ellenére a különbség a két Müller Cecilia között elég szembetűnőnek. Várjál, még lesz itt fordulat. De van még egy súlyos probléma ezzel a propaganda felvétellel. Ugyanis szemmel is jól láthatóan az oltáskor nem vették le az injekciós tű védőkupakját. Legalább a látszatra adnának, és ne hülyítenék meg még ilyen módszerekkel is bennünket. Még nagyítanik sekem annyira jól látható, hogy csak kamuoltás volt, mint... meg annyi már korábban az interneten, megjelentek és nem blablabla. Szóval ez is egy honlap, ahol ilyeneket írnak le. Ez is egy ilyen legit honlapnak tényleg csak első ránézésre, bár az, hogy még sose hallottál róla, az valamit azért elmond. 10 000 ember lájkolt ezt a cikket. Tízezer ember? Meg vannak osztva ezek Facebook csoportokban. Is, bár még ott is már hamar kiderült, hogy ez talán nem a kupak, hanem így néz ki egy orvosi tű. És múltkor, amikor néztük a kommenteket tekivel, ott voltak emberek, akik így linkelgették, hogy ez nem az igazi Müller Cecilia, mert látszik a homlokán. A szemtávolság! És ilyen gyorsan elterjedik a hülyeség az interneten. Kvázi összeesküvés elmélet, amit még egy Facebook kommentelő is hirtelen és gyorsan tud cáfolni, de valahogy nyilván a hülyeség hamarabb elterjed, mint a cáfolat, és a cáfolat már nem lesz olyan érdekes. Az ember valahogy hajlamos elhinni cikkeket annélkül, hogy kérdezne, mert hogy valahogy még mindig a bizalom ott van, hogy a cikkek iránti bizalom, vagy például bizalom valaki iránt, mint például lehet, hogy irántam is van, és lehet, hogy szó nélkül elhiszi az ember azt, hogy ez a vércsoportos cikk például igaz volt, pedig ezt csak én írtam át egy meglévő telek cikket, úgyhogy ha most F5-öt nyomok, akkor itt lesz a rendes cikk. Ez volt az. Csak csak így kicseréltem a képet, a címet, meg mindent. Nyilván az embernek van egy bizalma valaki iránt, és akkor sokkal könnyebben elhiszi a dolgokat. És nehéz utána nézni ezeknek a cikkeknek, már ha utána néz az ember. Mit tehetünk, hogy így nagyjából, hát hogyha nem akarunk mindent csak így lenyelni, amit így odaraknak elénk, minden cikket. Az első, amit megnéznék, az igenis fontos itt, hogy milyen honlapon van írva. Nyilván egy Index, egy HVG, de akár még egy Origo is egyel hitelesebb hírforrás, mint valami likeold.eu, vagy ez az előző, ami nem tudom milyen pont online volt, vagy honlapok, amiről nem is nagyon hallottál még. Nehezebben szavaz neki meg bizalmat az ember, mert
egy olyan honlap, amiről még sose hallottál, valószínűleg nem nagyon van veszteni valója, oda lehet kinyomni híreket. Ezrével vannak ilyen honlapok, rengetegszer akár külföldi forrásból, mert hát az oroszoknak is voltak ilyenek próbálkozásai, de szerintem minden országnak, hogy kellenek ezek a honlapok, hogy terjesszék a hülyeséget, amíg hát, vagy ez a valami célja mindig van. Nyilván megnézi az ember, hogy ki írta, és hogyha mondjuk ott van az ember neve, hitelesebb, mint hogyha csak annyi van odaírva, például az origo.hu cikke. Ez egy olyan dolog, amit így nehéz amúgy megvizsgálni, hogy ki hiteles arc, meg ki nem. Azt is meg lehet nézni, hogy egy cikk mennyire tűnik részrehajlónak. Hogyha azt látod, hogy valamilyen oldal felé nagyon billeg, és nagyon fröcsögős, miközben elméletek nem egy véleménycikk. Szóval egy véleménycikk az nyilván általában véleményes, de hogyha elméletek csak egy hír, és mégis fröcsögés látsz benne, na például itt már az Origo rengetegszer megbukik, azzal, hogy próbál minősíthetetlen hangnemben gúnyolja a cikk tárgyát rengetegszer, meg gúnyneveken nevezi. Így már nehéz komolyan venni egy cikket, hogy nagyon szeretnék tájékozódni, és a cikk alanya alapból gúnyneveken van szólítva, akkor hát az ember elgondolkozik, hogy akkor az most mennyire részrehajló vajon, és általában az. Meg lehet azt is vizsgálni, hogy mennyire szenzációhajhász. Ha azt látod, hogy megszakad, hogy kattintást érjen el, akkor valószínűleg az elsődlegesebb szempont az volt, hogy ezt kattintás számra tudják váltani, és nem az, hogy itt tényeket közöljenek. És ilyenkor jönne be az, hogy meg lehetne nézni, hogy mik a cikk forrásai, amik nem minden esetben vannak megjelölve, de hogyha meg vannak jelölve, akkor is ugye csak egy újabb honlapra tévedünk, ami most vagy hiteles, vagy nem. Onnantól újra el kell játszani ezeket a köröket, és nehéz már a honlapok rengetegében így megalapítani, hogy most melyik honlap hiteles, meg melyik nem. És utána hát fel lehetne csapni a Google-t is, megnézni, hogy mint ennél az Index-cikknél próbáltam, hogy ír-e más róla. Hogyha más is ír róla, más nagy neves honlapok is írnak a dologról, akkor ez egyen hitelesebb. Az Index és az Origo is ír egy dologról, meg mondjuk még a New York Times is, akkor valószínűleg az a hír hitelesebb, mint hogyha most rákeresek egy cikkre, ami az Index mindeközben jelent meg, és csak ő írt róla az egész világon, miközben egy elméletileg külföldi hír, vagyis hát külföldön történt, külföldön élő emberekkel, akkor igenis gyanús, hogy miért csak az Index ír róla. Az is érdekes lehet, hogy csak egy bizonyos oldal ír róla, de ez nem csak amiatt lehet, mert egy cikk kamu, hanem lehet, hogy az egyik oldalnak ez a hír, ez kínos. Valószínűleg, ha megnézzük, hogy a Szájer ügyről melyik oldal tudósított, akkor hát a kormány közeli médiumok úgy sejtem, hogy nem túl sokat írtak erről a dologról, szóval az, hogy most csak a baloldali médiumok számoltak be, azt jelenteni, hogy ez a hír kamu? Nem feltétlen, csak azt jelenti ilyenkor értelmezni, hogy egyik oldalnak kínos, úgyhogy nem feltétlen szeretne ennek még nagyobb publicisztikát. Vagy még nagyobb felületet? Nem tudok beszélni. Amúgy, ha józan ész már az a Müller Ceciliásnál, ha józan paraszt észre végig gondoljuk, hogy Müller Ceciliának kamuoltást akarunk beadni, akkor vajon az a legjobb módszer, hogy felrakunk képeket, amin rajta van a kupak, amikor beadjuk, vagy nem lenne egyszerűbb egyszerűen placebót beadni neki. És ez tényleg bomba biztos, mert az sose derül ki, hogy placebó volt. Nem. Nem, miért várok el ilyen a dolgokat? Na mindegy. Hogyha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, akkor például nem biztos, hogy a Facebook egy megfelelő hely arra, hogy tájékozódjunk. Inkább megbízhatóbb, hogyha honlapokat nézzünk, mert a Facebookon aztán tényleg minden szutyogszar terjed, de minden láthatóan. Ebben majd később még jobban belemegyünk, most kezdem belásni magam, és borzalmas, ami ott megy. Nem mindegy, hogy mondjuk csak a Facebook vagy a Twitter kiírásokat így elolvassuk a címet, és az alapján tájékozódunk, vagy például egy hosszabb cikket olvasunk végig. Ez mind szép és jó, de a legtöbb embernek egyszerűen nincs ideje erre, hogy ellenőrizze a forrásokat. A legtöbb ember még a cikkeket sem olvassa végig, csak így a címeket átfutja. Persze javítsatok ki, a tévedek, de rengetegszer van, hogy az ember elolvassa a címet, az valahogy elraktározódik az agyába, és amikor már erről a témáról egyszer mondjuk feljön két hét múlva és veszekednek, akkor ő már nem emlékszik pontosan, hogy most ezt a cikket olvassa, de arra emlékszik, hogy volt egy ilyen info. És utána már az ember köti az ebet a karóhoz, de az úgy van, én olvastam valahol,
Ebből azt az, hogy az emberek védenek olyan álláspontokat, amikor csak egyszerűen elolvastak egy címet. De hát itt tartunk, ott tartunk, hogy ha páran tényleg figyelnek arra, hogy kritikusan gondolkozzanak egy-egy cikk láttán, a tömeg akkor is úgy érzem, hogy az újságírókra van bízva. Ezek az újságírók, ezek sokszor nem is újságírók, csak blogok tűnnek most már. Emlékszem, amikor még bejöttek a blogok, és hogy az újságírók hát nem nézték egy csomó jó szemmel a blogokat, de ma már vissza lehet sírni. Azt, hogy legalább egyfelől meg tudtad különböztetni a blogokat, másfelől meg a bloggerek sokszor ugyanúgy megpróbáltak utána nézni a dolgoknak, valami iránt lelkesedtek, szórakoztatni akartak. Szóval az egy más világ volt, most már a blogoknak annyira nincsen. Alig várom, én szerettem a blogokat olvasni. És ez még mennyivel szebb volt ahhoz képest, hogy most már a blogok is sokszor úgy néznek ki, mint egy legit honlap, vagy sok idióta összeáll és csinál egy honlapot, amiben csak baromságokat írogatnak. Tömeg az újságírókra van bízva, mert legtöbben nem fogják ellenőrizni ezeket az állításokat. De az újságírók rengetegszer képzetlenek, rengetegszer valami adott cég fizeti őket, vagy akár egy adott politikai oldal fizeti őket, vagy pedig felülről jön a nyomás, hogy most mindenképp le kell adnod már 5 cikket, ami minél kattintósabb legyen, és akkor még vannak nyilván normális újságírók és normális újságok, de tömeg meg nehezen szűri meg, hogy mi az igaz, mi nem. Ilyen körülmények között, amikor már maga az újságok és az újságírók nagy része is, hát legjobb esetben is megkérdőjelezhető dolgokat állít, és a Facebook meg tényleg a meleg ágya ezeknek a baromságok terjedésének. És ha visszagondolok, hogy milyen volt 10-20 éve, akkor is már ez létezett, de ha a tendenciát nézzük, akkor semmi biztatót nem tudok mondani. Semmi biztatót.